Főorvos úr, ezeknek a gastrointestinális betegségeknek van egy borzasztó kellemetlen bőrgyógyászati megjelenési formája, idegen szóval pszoriázis, magyarul pikkelysömör. Nem fertőz, de undort keltő. Igen, és hát kevesen tudják, ha bár ezt már rég leírta az irodalom, hogy összefüggésben van az epe működésével. Erre komoly, először nemzetközi irodalomból felsorolni komoly tanulmányokat, úgynevezett stadikat. Például van egy olyan tanulmány, ahol 551 beteget, pikkelysömörös beteget vizsgáltak, 8 héten keresztül kapták a epesavakat, és 249 beteg volt a kontrollcsoport, amit hagyományos módszerrel ugye kezeltek. 8 hét után az 551 beteg 78%-a, majdnem 79%-a gyógyult. A kontrollcsoportnál ez nem érte el a 25%-ot. Még megdöbbentőbb volt az arány, amikor a heveny állapotokat szűrték ki. Tehát a heveny állapotoknál 95%-os gyógyulás állt be 8 hét alatt. Érdekes, hogy 2 éves követéssel, 2 év múlva még mindig 80%-uk tünetmentes, a kontrollcsoportnál 2 év múlva a 25-ből már csak 7-6% volt a tünetmentes. Úgyhogy a 25% volt. Tehát tartós hatás. Ez egy tartós hatás, és hát ez elsősorban annak köszönhető, hogy az epe sav ugye semlegesíti az endotoxinokat, tehát ezeket a mérgeket, amit a baktériumok, az étel és más. Gyakorlatilag a rendterápia kialakul. Így van, és nem engedi, hogy ezek bekerüljenek a vérkeringésbe. A vérkeringésbe ugye a limfociták rögtön a bőrbe elfogják, tehát ők csapdába ejtik ezeket a mérgeket. Mikrorendszeri analóg alapján megvan az, hogy ahol kirakják, ott van a belső gond. Viszik a bőrbe, valahol ki kell rakni. Persze. A mérget, és hát ott alakulnak ki ezek a plakkok, ezek a pikkelysömörös plakkok, ezek a Monroe plakkok. Tudom, melyik a...